Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofon mögött Nagy Bató Jonatán. Ez a Világnézet a Hit Rádión, mai vendégünk pedig Bogár László közgazdász. Köszönöm, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok, és én is nagy szeretettel, tisztelettel üdvözlöm a tisztelt rádió hallgatókat. Ma november 22-e péntek van. Ezen a héten ért véget a világ vezető gazdaságai tömörítő G20 csúcstalálkozót, melyet idén Brazília-i Rio de Janeiro-ban rendeztek meg. Ezen a csúcson részt vett többek között a kínai államfő, Joe Biden amerikai elnök, Macron, Modi, Olaf Scholz, német kancellár, Ursula von, és hosszú a lista, ugye 21-en vannak összesen. Hogyan értékelné ön az idei G20-nak az eredményét, ha beszélhetünk egyetlen eredményekről? Az mindenféleképpen rányomta a bélyegét erre a konferenciára, hogy ugye bár az amerikai elnök, hát mondjuk még a választás előtt is nyilvánvaló volt éppen amiatt, hogy visszalépett, hogy hát nem igazán alkalmas már emberileg, mentálisan ennek a szerepkörének a betöltésére, ráadásul hát az amerikai elnök választás Donald Trump győzelmét hozta, tehát azért az amerikai elnök teljes súlytalansága, mindenféle szempontból vesz súlytalansága egy ilyen történelmileg rendkívül feszült pillanatban értelemszerűen azért rányomja a bélyegét egy ilyen konferenciára, amely konferencia egyébként két nagyon helytálló és helyes szlogent választott. Ez volt a jelmondat, ugye, hogy az igazságos és fenntartható világér, amivel tökéletesen egyet lehet érteni, ebben valószínű minden ember teljesen egyet ért ebben a világban, hogy igazságosnak és fenntarthatónak, harmonikusnak, élhetőnek, emberségesnek, és sorolhatnánk ezeket az egyébként teljesen helyén való jelzőket. Valóban ilyennek kellene lennie a világnak, de épp az a aprócska probléma adódik, hogy kettő is. Az egyik, hogy a világ nem ilyen, sőt nagyon nem ilyen, talán a modern emberiség, majd mindjárt rátérnék erre, értve ezen a 19., 20., 21. század emberiségét, legsúlyosabb válságát éli át az emberiség. Ez is egy érdekes dolog, majd egyszer egy beszélgetésünkben érinthetnénk, hogy nem is olyan egyszerű ám definiálni azt, hogy mi is az, hogy emberiség, mert azt persze tudjuk, hogy 8 millió, most már talán 200 millió ember él a Földön, de milliárd. Hogy mi is az az... Igen, bocsánat? 8 milliárd. Ja, bocsánat, igen, elnézést, igen, 8 milliárd 200 millió a világ népessége, de hogy mit is jelent az emberiség, tehát hogy ez a 200 ország valójában hogyan jelenhet meg alanyként, ez csak egy zárójeles megjegyzés, de számomra azért nem lényegtelen kérdés, pontosan most, amikor azért ez a bizonyos emberiség nagyon súlyos idők elé néz, akkor nem ártana mondjuk egy mély definícióját adni annak, hogy mi is ez az emberiség. Tehát, hogy mi és hogyan kapcsolja össze ezt a 8 milliárd 200 millió embert, illetve hogy képes-e, ha valóban stratégiai, az egész emberi létezést alapvetően meghatározó kérdésekről van szó, akkor képes-e egységes alanyként viselkedni. Mi több, értelmezhető-e egyáltalán, hogy egységes alanyként létezik ez a valami, amit emberiségnek nevezünk itt, mielőtt részletesen megnyitnám ezt a beszédteret, vagy a beszédtérnek ezt a tartományát, be is fejezem, de egyszer egy, hát lehet, hogy kicsit elméletire sikeredne, bár ki tudja, lehet, hogy nagyon gyakorlatilag kérdések is felmerülnének. Sajnos az ilyen értekezletek alkalmatlanok arra, hogy ezek a döntő fontosságú kérdések felmerüljenek, és éppen ezért hát szerényke eredménnyel zárt. Nyilván mindenki egyetértett ebben, hogy igazságos és fenntartható világ kell, de a probléma éppen az, ez a résztvevőkről is, azért a hangsúlyokból mindenki óvatosan fogalmazott, de azért a hangsúlyokból egyértelműen kiderült, hogy mindenki másképpen képzeli el, hogy mi is az
itt és most ebben a világban mi is az igazságos és a fenntartható. És ennek az oka az, hogy azok az elbeszélési módok, amelyek ma megpróbálják elbeszélni azt, hogy a világ egyensúly, harmónia, igazságosság, fenntarthatóság, élhetőség, emberség helyett miért megy az ellenkező irányba, tehát miért mutat szinte minden a felbomlás és a káosz felé, először nyilván erre kellene, hát azt nem mondom, hogy egységes válasz, de valami olyan választ, ami legalább annyi egyetértést tartalmaz, ami esélyt ad arra, hogy valamilyen közös cselekvéssel, közös fellépéssel próbáljunk ezen változtatni. Ma ez szinte teljesen kivihetetlen a világ többek között, sőt főként a narratívák globális háborújának világa, és hát értelemszerűen, hogyha egy nagyon komplex rendszerre, mert ez a világ, ez nyilván azért mindenki, talán nem is sejtjük, hogy mennyire komplex rendszer, tehát ha egy komplex rendszert akarunk megérteni, a mai kaotikus, kiszámíthatatlan örvénylését megérteni, és ennek nyomán valami közös álláspontra jutni, mi több ezt követően cselekedni is annak érdekében, hogy ezt a öngerjesztő örvénylést, ami láthatólag tényleg akár a végpusztulás felé viheti a világot, ezt legalább lecsillapítsuk, és aztán megpróbálván megérteni ennek a lényegét egy valóban ilyen nyugodt, igazságos, fenntartható, harmonikus világot építeni. Én úgy látom, röviden összefoglalva, érintettük már ezt, csak nem lehet elégszer elmondani, hogy ez a válság azért annyira súlyos, egészen bizonyosan ennek a három évszázadnak, tehát a 19., 20., 21. századnak a legsúlyosabb válsága, ez az a korszak, amióta mondjuk modern értelemben emberiségről beszélhetünk, hiszen az 1 milliárd főt, ugye ott van, akkor a 19. század elején érte el a világ népessége. Tehát ez a válság most azért annyira súlyos, mert három nagy ciklus vég is egyszerre következik be. Általában akkor szoktak nagyon súlyos válságok kialakulni az emberiség történetében, amikor összetorlódnak a különböző, mert sokféle ciklus jellemzi az egész emberi létezést, az ilyen mikroszintű, néhány éves közgazdasági értelembe vett ciklusokon túl, akár több száz éves Kondratyevhez nevéhez, ugye az orosz közgazdász nevéhez fűződnek ezek a 120 éves, illetve ilyen 40 éves, de azon belül 120 éves ciklusok, sőt ilyen több száz éves kulturális értelembe vett ciklusokról is beszélnek sokan. A problémák általában abból ad, vagy a súlyos válságok akkor alakulnak ki, amikor a különböző ciklus végek egymásra torlódnak. Most legalább három ciklus vég torlódik egymásra. Az egyik, ami a legnyilvánvalóbb, ez magának az amerikai birodalomnak a válsága, sokat beszéltünk erről az elmúlt közel 600 évben, Amerika a hatodik birodalom, és hát 100 évnél tovább egyik birodalom se nagyon tartott ki, aminek egyébként a szellemi degeneráció az alapvető oka, hogy fogalmazni szoktam, ez 4 generáció a egy évszázad, és a 4. generáció már degeneráció abban az értelemben, hogy képtelen betölteni azt a feladatát, ami egy világbirodalomtól elvárható. Donald Trump se hozhat egyébként változást? Tessék? Donald Trump se hozhat változást ebben? A Donald Trump szerepe abban áll, majd meglátjuk, hogy mennyire képes betölteni ezt a szerepét, hogy világossá tegye, hogy maga a birodalom, és ez nem közgazdászkodás, mert ez önmagában véve jelzi a helyzet súlyosságát, hogy a birodalom most menthetetlennek látszik, mert ahogy sokszor beszéltünk erről, az összadósága most már nagyobb, mint a teljes vagyona, márpedig az
adóság az egy negatív vagyon, és ez szimbolikusan is így van, tehát nem csak közgazdasági, tehát anyagi, fizikai vagyont érintő értelemben, hanem lelki, erkölcsi, szellemi értelemben is totális deficitbe ért a birodalom, és Donald Trump szerepe valóban igen jelentős szerepe abban nyilvánulhat majd meg. Ez egyébként nem csak egy mértékben adódik a hát elég sajátos személyiségéből, tehát rendkívül impulzív, intuitív, excentrikus, és ennek van egy a témánk szempontjából egy fontos pozitív hozadéka, nevezetesen az, hogy mindent kimond. Tehát mindent képes is, tud is, és a nevén, ugye, ahogy Bibó István mondja az eltorzult magyar alkat zsákutcás magyar történelemben, hogy a dolgok nevükön nevezése nélkül, tehát hogyha egy emberi közösség beleszorul a hazugságok olyan zsákutcájában, ahol a dolgokat nevükön nevezni nem lehet és nem is szabad. Nos, ez a lényeg, tehát hogy most egy olyan ember lesz újabb 4 évig tanulva nyilván az első 4 évéből az Egyesült Államok elnöke, aki nem megy a szomszédba a szókimondásért, tehát nevén fogja, már teszi is nyilván, ahogy leiktatják, még inkább tenni fogja, és amit elbeszél, az egy nagyon egyszerű összefüggés. Minden világbirodalom, ugye 100 év a brit birodalom, meg a spanyol az elmúlt 5-600 évben, úgy működött, hogy van egy nemzetállami talapzat, Amerika esetében is így van. Tehát van egy nemzetállam, egy nemzetállami talapzat, és erre épül rá a birodalmi hatalmi struktúra. Azért nehéz erről a kettőségről beszélni, mert a birodalmi hatalmi struktúra nem válik el, tehát anyagi, fizikai, intézményi szervezeti értelemben nem mutatható rá, hogy na ez itt a birodalmi struktúra, mert formálisan csak egyetlen, tehát a nemzetállamnak van értelemszerűen adminisztrációja, törvényhozása, végrehajtó hatalma. Tehát a birodalmi hatalmi struktúra az ebbe az egyetlen adminisztrációba van benne, ezért szokás mély államnak, deep state-nek nevezni a birodalmi államot. Tehát van egy természetesen az Amerikai Egyesült Államok nevű nemzetállamnak van egy nemzetállami adminisztrációja, egész államigazgatási rendszere, és ebbe az egy rendszerbe van belepréselve, csak sok szempontból láthatatlanul, bár időnként azért megmutatja magát, ennek jó példája volt az, hogy Victoria Nuland, noha csak helyettes államtitkár a külügyminisztériumban, de különböző világhatalmi lépéseknél, mondjuk 2014-ben ott a Kijev főterén, valójában, hát durván szólva azt kell, hogy magas ívben tesz arra, hogy mit gondol, vagy mit tesz a külügyminisztere, vagy éppen maga az elnök. Tehát, hogy helyettes államtitkár, de valójában tényleges cselekvés, a puvoárja, hogy mondani szokták, tehát a tényleges cselekvési tere világhatalmi kérdésekben, az bizonyos esetekben, és ez ott 2014-ben, Kijevben ilyen volt, kiderül, hogy nagyobb a hatalma, mert ő a birodalom embere, mint akár a miniszterének, vagy éppen magának a elnöknek. Tehát visszatérve Donald Trumpra, az ő szerepe, és ebből a szempontból akár történelminek is bizonyulhat majd ez a szerep, hát meglátjuk ennek a 4 évnek a végén, hogy mert ez egy példátlan küzdelem. Tehát az legelső feladata, ez többé-kevésbé is a elég jelentős győzelme, ennek köszönhető, hogy sikerült az amerikai néppel, we the people, ugye az amerikai alkotmányban, az amerikai néppel megértetni azt, hogyha a nemzetállam Amerika nem akar elpusztulni az összeomló amerikai birodalom romjai alá szorulva, akkor cselekedni kell. Ez a cselekvés első menetben értelemszerűen a nemzetállam Amerika, illetve a birodalmi Amerika közötti új egyességet jelentene, mert ez az
egyesség lehetne csak az alapja annak, hogy az amerikai birodalom kezdjen az egész világgal valamiféle tárgyalásba, egyezkedésbe, tudnélik, mivel, ahogy említettem, az amerikai birodalom teljesen példátlan módon nagyobb adósságot, a birodalmi Amerika nyilván, nagyobb adósságot halmozott fel, mint amennyi a nemzetállam Amerika egészének a teljes vagyona. Ennek következtében két választási lehetősége van, vagy a választási lehetőség a következő. Az egyik a permanens háború, ez zajlik most, tulajdonképpen 14 óta egyértelműen. Tehát egy permanens globális háború annak érdekében, hogy állandóan ezen háborún keresztül, mint messze a világ legnagyobb katonai hatalma, fenyegetés alatt tartsa a világot, és e fenyegetés nyomán ki tudja szivattyúzni a hatalomgazdasági pénzhatalmi hidraulikán keresztül, ki tudja szivattyúzni az adósága megfinanszírozásához szükséges erőforrásokat. Tehát az egyik a brutális erőszak, a permanens, folyamatos, globális háború, amivel arra kényszeríti a világot. Ez nyilván nem tarthat örökké, tehát valahol ennek nyilván csak bukás lehet a vége, de most az utóbbi években, tehát mondjuk az elmúlt évtizedben az amerikai stratégia egyértelműen erre épült. A másik lehetőség viszont az, és Donald Trump ennek nyithat utat, hogy egy egészen új egyesség, ma még nem is látjuk ennek a feltételeit, vagy nekem legalábbis nincs elég képzelőerőm, hogy ez az egyesség hogyan fog létrejönni, de reménykedjünk benne, hogy létrehozásának a lehetősége azért nem nulla, hanem annál valamivel nagyobb, de ahhoz, hogy Amerika, mint nemzetállam és mint birodalom egy új egyességet kötve az egész világgal egyezkedésbe kezdjen annak érdekében, hogy ne 100 éves háború, akkor nevezzük ezt a permanens világháborút 100 éve, amelynek során az amerikai birodalom egyre brutálisabban kénytelen kifosztani a világot, mert egyébként nem tudja finanszírozni magát elemi szinten sem. Ennek az alternatívája, meg mondjuk akkor a 100 éves béke, egy olyan egyességrendszer, amely a világ legfontosabb aktorait, ott majd persze újra kell definiálni azt, hogy what is the emberiség. A G20 az képes lehet elhozni a globális békét? Hát az ilyen szerveződések, mint a G20 is, meg ugye a BRICS, meg tehát az nagyon jó és nagyon fontos, hogy léteznek ilyen szerveződések, de ma még ezeknek intézményesülése, én legalábbis úgy érzem, nincs abban a fázisban, ami lehetővé tenni ennek a ma még ismeretlen új egyességrendszernek a létrehozását. De hát kiindulni csak abból tudunk, ami van. Tehát, hogyha intézményi szervezeti értelemben ma maga az ENSZ formálisan, akárhogy is nézzük, tehát az lehetne az intézményi alanya az emberiségnek, nem az természetesen a mai formájában semmiféleképpen, de elvileg nem zárható ki, hogy lehet kiinduló pontja egy olyan szervezeti intézményrendszernek. A BRICS is ilyen, a G20 is ilyen, tulajdonképpen végül is a G7-ek is valamilyen értelemben, ahol egy darabig nagyon helyesen Oroszország is, ugye akkor G8 volt. Tehát itt most az a lényeg, hogy a meglévő, mert valóban számos ilyen szerveződés létezik, és elvileg mindegyiknek az lenne az alapvető feladata, hivatása, hogy a világ igazságos és fenntartható legyen, tehát hogy párbeszéd arra alkalmas olyan fórumot jelentsenek, ahol elbeszélhető mindenki által a világ, látszanak a nézetkülönbségek abban, hogy ki hogy értelmezi a világhelyzetet, és ha sikerül valami minimális konszenzusra jutni, akkor megbeszélhetők azok a közös teendők, amelyek valóban egy ilyen igazságosabb és fenntarthatóbb világhoz vezetnek. De ezt nehezíti, csak hogy még az előző gondolatmenetet befejezzem, azt, hogy
ez csak a válságoknak, mármint az amerikai birodalom lehetséges egy-két évtizeden belül bekövetkező teljes bukása, méghozzá permanens világháborúba süllyedő teljes bukása, hogyha marad ez az eddig követett, tehát az amerikai birodalomban meghatározó erők által eddig követett stratégia, hogy bármi áron, bármilyen brutálisan ki kell fosztani, meg kell félemlíteni, és ki kell fosztani a világot a pénzhatalmi szivattyúkon keresztül ahhoz, hogy finanszírozni lehessen a birodalmat. Ez egy kicsit önmagába záródó, nem kicsit nagyon, önmagába záródó bűvös kör, tehát hogy a birodalom egyre brutálisabban lép fel a világgal szembe, hogy kikényszerítse azokat az erőforrásokat, amelyekkel például a világ leghatalmasabb katonai erejét, fegyelmező hatalmi rendszerét fent tudja tartani, de az így nyert, ez az ebből szerzett jószág ebből vész, tehát az így, az ilyen kényszerekkel és erőszakkal nyert erőforrások segítségével hiába növeli a katonai meg egyéb kényszerítő erőjű jelenlétét, ez a világból csak egyre nagyobb ellenállást szült, tehát ez biztos, hogy a teljes bukáshoz vezet, akár már egyetlen évtizeden belül. Donald Trump döntő szerepe abban lehet, hogy fordulatot hozzon, hát nem olyan könnyű az, ahogy mondja, persze, de az mondjuk a határozottsága sosem állt ilyen helyzetekben, de legalábbis elindítója lehet ennek a folyamatnak. De még visszatérve, mert ez a válságoknak csak a legkönnyebben kezelhető szintje, pedig ez is szinte reménytelenül bonyolult, mármint az amerikai birodalomnak, ha ezt a stratégiát folytatja, akkor egyetlen évtizeden belüli bukása, ami nyilván rendkívül nehezen kezelhető világhelyzethez vezetnek, de ráadásul van még két ciklus vég, ami rátorlódik valójában erre a 100 éves ciklusra, ahol az amerikai birodalom véget ér. A második szint a nyugat uralmának vége, tehát ennek az egész 600 évnek, ahol, vagy közel 600 évnek a portugálok, spanyoloktól kezdve a brit birodalmon keresztül eljutunk Amerikáig, tehát egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy ez a 600 év, amióta a világot folyamatosan nyugatosítja a nyugatias modernitás hatalom szerkezete, nem egészen önszántából nyugatosodik persze a világ, tehát ebben a kényszer és az erőszak játszott alapvető szerepet, de ma már ott tartunk, hogy a két leghatalmasabb ősi kultúra, és egyben a világ két legnagyobb népességű országa, India és Kína is rendkívül sikeresen nyugatosodott, sőt Kína látványosan szupernyugattá vált a nyugat legfontosabb összefüggéseit illetően. Ez egyébként nem csak, hogy nem könnyíti meg az értelmezését ennek a helyzetnek, meg a teendők megtalálását, hanem inkább megnehezíti, hogy a nyugat uralmának ugyan vége, de a nem nyugat is szupernyugatosítva van, értve ezen ugye a BRICS, ennek a bizonyos nem nyugatnak, the West and the Rest, tehát ugye ennek a resztnek az intézményi, szervezeti megnyilvánulása. És végül, hogy akkor ennek a végére érjek, nekem ez az érzésem, csak erről a legnehezebb beszélni, hogy véget érni látszik egy 3000 éves ciklus is, ami tulajdonképpen egy létszerveződési módnak a bukása, annak a létszerveződési módnak, amit ugyancsak a 19. század óta ismerünk kapitalizmusként, de ami valójában, hát az elmúlt 600 évben a nyugat uralmával egyértelműen, de tulajdonképpen 3000 éve meghatározza a világot, mert erről a létszerveződési módról egyre inkább kiderül, kapitalizmusnak nevezi magát a 19. század óta, ami arra utal, és ez igaz is, hogy soha az emberiség történetében ilyen gyors tőkefe és látványos, főleg technológiai tőke, ként való megjelenésében még nem ment végbe, sőt nem is volt értelmezhető, csak hogy kiderülni látszik, hogy ennek ára van.
Tehát nem a vívmányokat tagadja, a kvantum számítógéptől kezdve a fúziós energiáig, tehát nem a vívmányokat tagadja bárki, sőt, ezen vívmányok jelentős része valóban áldás idézőjelbe téve az emberiség számára, csak az a probléma, hogy eközben az elmúlt 200 év során ez egyre nyilvánvalóbbá vált, és a 21. században ez a végére ér, hogy eközben olyan brutálisan fosztja ki az emberi létezés külső természetét, mocskol el földet, vizet, levegőt, illetve az emberi létezés belső természetét, lelki, erkölcsi, szellemét, talapzatunkat, hogy valójában totális, tehát történelmi értelemben ez egy totális deficit, vagyis hadjárat a semmibe, ahogy Babits Mihály egyik versének a címe mondja, ez az egész emberi létezés, sőt, akár az egész emberi élet önfelszámolásának legbiztosabb módja. Ezt ma már szerintem mindenki tudja, csak az a kis probléma adódik, hogy fogalmunk sincs, hogy ennek a 3000 év óta egyre inkább mindent meghatározó kalkulatív gondolkodásnak, ami nagyon jó, hogy kalkulatív, csak pont a lényeggel nem vett szávat, az igazságossággal és fenntarthatósággal, tehát arra, hogy a külső természettel és a belső természettel harmóniában élő emberiség legyen. Ez a szerveződési mód erre alkalmatlan. Ez egy létfelélő szerveződési mód, ezt a lelkeméjén ma már mindenki tudja, csak nem valhatjuk be. Milyen alternatívája van egyébként ennek? Tessék? Mi lehet ennek a létezési módnak az alternatívája? Hát ez pontosan ez a legsúlyosabb probléma, hogy természetesen az elmúlt, hát tulajdonképpen most már 200 évet is mond, vagy akár 300 év utópisztikus szocialisták és egyebek, tehát valójában, sőt a Thomas More, Mórus Tamás, hogy az utópiában már szintén erről értekezik, ugye akkor az akkori Angliában a kapitalizmus megjelenése az a bekerítésekben mutatkozott meg, amelynek a lényege az volt, hogy a paraszti tömegek a szószoros értelmében kiúzták a lábuk alól a talajt, tehát brutálisan átalakították a szakrális földművelés rendszerét, és profit termelésre, tehát nagy üzemi jutenyésztésre állították át, vagyis a szakrális földművelés akár 1000 éveken keresztül fennálló, kétségtelen szerény rendszere helyett egy brutálisan tőkefelhalmozó rendszert hoztak létre, csak hát ennek ott is iszonyú ára volt annak idején, tehát nyilván Thomas More Utópia című regénye talán az első reakciók egyike, tehát lassan 500 évről beszélhetünk, tehát nem arról van szó, hogy az emberiség nem próbálja, maga az úgynevezett szocializmus is valami ilyesfélének hazudta magát, természetesen nem az volt, most ebben ne menjünk vele, mert ennél bonyolultabb, de kétségtelen, hogy évszázadok óta vannak kísérletek arra, hogy felismerjük, hogy ez egy élősködő, létfelszámoló, a semmibe vezető létszerveződési mód, ami egyébként csak azért tud működni, mert mindig talál, hát egyelőre legalábbis, talál magának újabb és újabb kifosztható erőforrásokat, de ha ezt nem tudhatjuk, mert nem ismerjük pontosan sem a külső természet, sem a belső természet teherbíró képességét. Emlékszem, akkor a első Orbán kormány tagja voltam, amikor hírnök jős pihegve szól, hogy ugye ez a Tisza cián szennyezése, nem tudom, ugye nagyon fiatal, de talán tud róla, hogy 99-ben volt, vagy 2000-ben, hogy egy Romániában egy aranybányából olyan mennyiségű cián került a Tiszába, hogy gyakorlatilag 3 nap alatt totálisan elpusztította a Tisza teljes élővilágát. Akkor úgy gondolták a szakértők, hogy legalább 30 év kell ahhoz, hogy ez visszálljon, ehhez képest még 3 év se kellett. Tehát
Tehát elképzelhető, hogy hatalmas tartalékok vannak, még kifosztható tartalékok a külső természetben is, és hát ki tudja, lehet, hogy az emberi természetben is a végtelen egyetemes szeretet energiái mindent újra termelnek, tehát tetszik, korlátlanul kifosztható lelki, erkölcsi, szellemi értelemben az ember is. Erre nincsenek végleges válaszaink, és azért nagyon nehéz választ adni arra a kérdés, arra az abszolút, amit ön kérdez, az az emberiség számára ma a legfontosabb kérdés, hogy van-e a mai körülmények között, van-e egyáltalán elméletileg, és pláne a gyakorlatban lehetősége annak, hogy egy valóban, tényleg kedves ez a szlogán, hogy igazságos és fenntartható, tehát hogy ilyen világban éljünk. Én az elmúlt 50 évemet, tehát több mint legalább 50 évet abszolút arra szántam, és ma is ezt teszem, hogy megpróbáljam megérteni ezt a problémát, és nem is, hogy én is mondjuk egy újabb utópiát gyártsak, nem is ez lenne most a leglényegesebb, hanem hogy először abban kéne egyeségre jutni, hogy egyáltalán hogyan kerültünk ebbe a helyzetbe, tehát hogy miért választotta idézőjelbe téve az emberiség ezt az önfelszámoló létmódot, és hogy ennek a, tehát először az idefele út, tehát ahhoz, ha ezt úgy értelmezzük, hogy vissza kéne menni az egyensúlyba, ami feltételezhetően létezett, mert azért az, hogy az ősi Egyiptom 3500 éven keresztül tudott működtetni egy hihetetlenül kifinomult, méltóságteljes kultúrát, az azért azt jelenti, hogy voltak valamikor, vagy lehettek olyan berendezkedések és létszerveződési módok, amelyek igazságosra és fenntarthatóvá tudták tenni az emberi világot. Ez most nyilvánvaló nem olyan, de először meg kellene értenünk az odautat, tehát hogy miért és hogyan került az emberiség, tehát hogyan válhatott uralkodóvá egy olyan létszerveződési mód, ami nyilvánvalóan a semmibe vezet. Ennek az útnak elméletileg én úgy érzem, hogy nagyon-nagyon az elején tartunk. Biztos, hogy a világszerte több száz olyan intézmény működik, amelyik ezt kutatja. Vannak olyan elméleti közgazdászok, akik egyenesen az entrópia problémájával kötik össze ezt az egész kérdéskört, tehát a rend és rendezetlenség, vagyis hogy tulajdonképpen ez a létszerveződési mód azért van bukásra ítélve, mert hogy fokozza a rendezetlenséget, tehát nem lehet másféle, tehát már ilyen kozmológiai szinten közelítik meg az egészet, rohamos gyorsasággal a világ rendezett struktúráiból rendezetlen struktúrákat hoz létre, és az így felszabaduló energiát újabb pusztító célokra fordítja. Tehát ma már azért tartunk ott, hogy bizonyos ezzel az egész kérdéssel a legmélyebb elméleti szinten foglalkozók le tudják írni azt, hogy akár az elméleti fizika legalapvetőbb fogalmaival is leírható az, hogy ez a rendszer, mint komplex rendszer halára van ítélve, illetve önmagát ítéli halára, önmagát számolja fel, de hogy még egyszer mondom, szóval annak a megértése, hogy keveredtünk ebbe a helyzetbe, és ha már belekeveredtünk ebbe a helyzetbe, hogy ez a létmód lett mindennek a meghatározója, akkor ebből hogy fogunk kihátrálni, van-e egyáltalán, és akkor itt veszek egy nagy lélegzetet, szóval van-e egyáltalán elméleti lehetősége annak, hogy ezt megússzuk a totális összeomlás nélkül. Sajnos az ember egy olyan lény, amely képes olyan komplex rendszereket létrehozni, hogy egy idő után elveszi az ellenőrzését a komplexitás felett. Ez látszólag önellentmondás, de a palacból kiengedett szellem meséje azért szimbolikusan azt üzeni az emberiségnek, hogy
hogy ennek az átlátása évezredek óta létezik. Tehát az ősi kultúrákban is már valójában volt tudás erről, ez a Paszból kiengedett szellemmeséje egyértelműen erről szól, hogy az ember, igen, az ember képes olyan erőket, energiákat felszabadítani, képes olyan komplex rendszereket építeni. Ma ez az egész mesterséges intelligencia, meg az ehhez kapcsolódó szingularitás, amit most már nem is tudom, nem is a 40-es, 50-es évekre, hanem már a 30-as évekre ítélnek, amikor a minden tudás egyetlen, ma még felfoghatatlan erejű gépezetben lesz jelen, ami ha úgy tetszik, az emberiséget teljesen egy transzhumán állapotba viheti át. Ezek ma a korszak legalapvetőbb kérdései, csak az a probléma, hogy ma minden szereplő, tehát a világ minden meghatározó szereplője teljesen eltérő választ ad erre a kérdésre, sőt már magát a kérdésnek az értelmezése is tökéletesen eltér. Tehát amit én ma átélek ezekkel az alapvető kérdésekkel kapcsolatban, az sajnos egy önmagát erősítő folyamatos káosz, hogy ebből mi lenne, tehát hogy mi lenne az az intézményi szervezeti erő, amely az emberiség számára legalább valami átmeneti stabilitást adna, hogy legyen idő és tér ennek a világhelyzetnek a végig gondolására. Ezt ma nehéz megmondani, reménykedni kellene benne, hogy azért nem nulla a valószínűsége, hogy ez megtörténik. Közben két dolgot észleltem, és ezért főként a hallgatóknak bocsánatáért esedezem, hogy megint monológ lett belőle, másfelől pedig sajnos valóban olyan elméletinek látszó, de azért azt remélem nem találják teljesen unalmasnak a kedves hallgatók, elméletinek látszó, de valójában sajnos nagyon is gyakorlatias következményeket hozni képes összefüggésekről beszélek, úgyhogy most kicsit megszempenve mindettől visszaadnám a szót önnek, kérdezvén, hogy mit tudunk még a rendelkezésünkre álló műsoridőbe valahogy bele sűríteni. Ez volt a Világnézet adása. Bogár Lászlóval nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Nagyon köszönöm a lehetőséget.